estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Harmónia Muzsika egy kávé és sütemény kíséretében. Ezt kínálta a 25. jubileumi Zempléni Fesztivál a Sátoraljaújhelyi Kávé Uzsonna keretében a Városháza dísztermének gyönyörű barokk környezetében. Az eseményen Demetív Mihály, a virtuózó komoly zenei tehetségkutatóból megismert fiatal harmonika művész adott koncertet. Ezzel együtt a Kávé Uzsonna a régi kávéházak hangulatát idézte meg. Barokk és kortárs harmonikára írt művek és átiratok csendültek fel a Sátoraljaújhelyi Kávé Uzsonnán, Demetív Mihály tolmácsolásában, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen frissen diplomázott ukrajnai születésű harmonika művész 2014-ben az első magyar televíziós komoly zenei tehetségkutató verseny során vált ismerté, fölényes technikájával, zeneiségével lenyűgözte a zsűrit és a publikumot, döntős lett és külön díjat kapott. Korábban több nemzetközi versenyen dobogós helyezést ért el, 2011-ben Pozsonyban, 2013-ban pedig Lanciánóban győzedelmeskedett. Most először vagyok ezen a fesztiválon, nagy megtiszteltetés és öröm számomra itt lenni, együtt lenni a más zenészekkel, a rendezvényekre elmenni. A mai koncert nagyon érdekes számomra, a Kávé Uzsonna. Olyan családias hangulata van az egésznek, ami azért is jutott eszembe, mivel hogy már kis korom óta, 4 évesen kezdtem el harmonikázni, és papám nagyon szerette a harmonikát, hogy zenélek, és mindig, amikor jöttek ismerősök, vagy valami ünnep volt, akkor megkértek, hogy a család előtt játszak a pár darabot, amit éppen tanultam, és most valami ilyen hangulat jutott eszembe, ilyen családias légkör. Ha a harmonikából indulok ki, az érdekes hangszer, mert gyakorlatilag bármilyen hangszer hangját, több stílus lehet rajta játszani, ezért a barokk zenétől lesznek átiratok, harmonikára írt daraboktól, a piazzola zenéig is lesznek műsorban darabok. Édesapádat többször említetted, ők is művészek, harmonika művészek. Evidens volt pici gyerekként, hogyha már hangszer, akkor az a harmonika lesz? Igazából nekem senki nem mondta, hogy harmonikázzak, valahogy magától érthető volt, fel sem erőlt a kérdés. A szüleim annak idején még tanultak, versenyekre jártak, ezért mindig hallottam harmonika szót otthon, és 4 éves koromban pedig felháborodva megkérdeztem, hogy mi az, hogy mindenki gyakorol körülöttem, versenyekre készül, nekem még harmonikám nincs 4 évesen, és akkor kaptam egy oktávos harmonikát, és azon kezdtem el tanulmányaimat, hogy miért pont harmonika, mondjuk összehasonlítva az zongorával sokkal érdekesebb, a összetettebb hangszer, vannak balkétben gombok, regiszterek, légszekrény, sok hangszín, úgyhogy egy játékszernek is felfogható tulajdonképpen. Nagyon sok versenyen vagy túl. A sok-sok siker után mi vezetett el odáig, hogy egy televíziós műsorban is megmutasd magad? A véletlenül tudtam meg a virtuózokra erről műsort, az apukámtól hallottam. Elején nem is tudtam tulajdonképpen, hogy mi ez. Azért tartottam érdekesnek, mivel hogy ez egy első komoly zenei tehetségkutató műsor, és harmonika szempontjából azért is érdekes volt számomra, mert ezt a hangszert eddig leginkább könnyű zenéből, népzenéből szoktak ismerni, és itt lehetőségem volt megmutatni egy komolyabb oldalát is ennek a hangszernek. Mennyire vannak zenei művek, vagy zenei átiratok a harmonikára, vagy ezt saját magadnak is át kell komponálni egy-egy zeneművet, hogyha el szeretné játszani? Vegyes szokott lenni. A harmonika tulajdonképpen több 200 éves hangszer, ami zongorával összehasonlítva még fiatal hangszernek tekinthető, és elején átiratokat játszottak, a Bach zongoradarabokat, utána erre a hangszerre is írtak, és
most volt nálunk harmonika mesterkurzus, a moszkvai híres harmonika professzor Vyacheslav Semyonov, egyben a zeneszerző is, és mondta, hogy jöttek hozzá a Zeneakadémián, mert írt új darabot, és elkértek Kottát, hogy átírjanak zongorára. Tehát így meg is fordul. Ezen a kurzuson te mit kaptál, mit tudtál még tanulni? Nagyon tartalmas volt a legutóbbi műsor. Sok program volt most a nyáron. Előző héten voltunk Olaszországban nemzetközi harmonika fesztiválon, ott felléptünk, utána hazajöttünk. Egy hétig volt a harmonika mesterkurzus. Most ezután, tegnap előtt lett vége, jöttünk erre a fesztiválra. Nagyon sokat próbáltunk, tulajdonképpen mondhatnám egy évre szóló feladatokat kaptam a kurzustól. Nagyon tartalmas volt a idei nyári program is, ahogy mondtam, most sok volt a fellépés. Utána most augusztus 19-én a Pécset is fogunk fellépni a Balatoni Sándorral, az híres orgona művésszel. Utána augusztus 20-án a Budapesten a Margit Szigeti koncerten is fellépünk a virtuózoktól. Idén diplomáztam egyébként Zeneakadémián 5. évesen, és szeptembertől most felvették Zeneakadémiára a tanári szakra, és emellett még áprilistól a Bartók Béla gimnáziumos szakiskolában tanárként is dolgozok. Amikor a gyermekeket tanítod, milyen célok vezérelnek, mit szeretnél nekik azon túl átadni, hogy megtanítod a hangszerkezelést, hogy hogyan fogják helyesen a harmonikát, hogy hogyan kell szépen játszani rajta, van-e valami egyéb plusz, amit át szeretnél nekik adni a tanítás során? Mindegyik gyerekhez más hozzáállás. Ami legfontosabb, azt szerintem azt kifejleszteni, hogy szeressenek a zenét, azt, amit csinálnak. És mondta az egyik tanárom, hogy miközben gyerekeket tanítja, hogy mire elmagyarázza, hogy hogyan kell csinálni, végre már saját maga is megérti, hogy hogyan kell csinálni. Tulajdonképpen egymástól tanulunk. A Kávé Uzsonna hosszú időn át volt közkedvelt programja a Zempléni Fesztiválnak. Néhány éves kihagyás után tavaly elevenítették fel a komoly zenei eseményt a Művészeti Napok vezetői. A Zempléni Fesztivál programjai közül mindig kiemelkedőek voltak azok, amik nem csak egyszerűen egy koncert vagy egy irodalmi est, hanem komplex műsort, esetleg még gasztronómiával vagy kis borkóstolóval kiegészítve. Ebbe a sorba tartozott benne nagyon régóta a Kávé Uzsonna is, ahol szintén egy komplex program zajlik, van egy koncert, van egy kis beszélgetés arról, hogy kávé honnan származik, mi is a története, hogy került Magyarországra, egy-két irodalmi szemelvény abból, hogy ki mit írt a kávézásról, és van kávé, és van sütemény. A koncerthez az Uzsonna önálló étkezési alkalommal formálódásának históriája, valamint kávé és kávézás történeti áttekintés is társult. Abesziniában egy Kaffa nevű városkában élő szerzetesek kecskenyája a Kolostor közelében legyegészett. Egyik nap a pásztor tanácsot kért a szerzetesektől, mi lehet az oka, hogy a kecskék egész éjjel ugrándoztak és semmit nem pihentek. A papok kimentek a legelőre és azt látták, hogy a kecskék egy zöld levelű, fehér virágú fáról legelésznek. A szerzetesek is szedtek a fagyümölcséből, megfőzték és úgy találták, a levesnek jó íze van. Éjszaka meglepte tapasztalták, hogy nem jön álom a szemükre. Ettől kezdve rendszeresen fogyasztották az új italt, amelyről elterjedt, hogy előzi a fáradtságot. Mi
Miként lehet élményt szerezni a komoly zene segítségével? Erre a kérdésre ad választ a Zempléni Fesztivál keretében a programok sorában már hagyományosan szereplő, megérthető zene. Ebben az évben is kiemelt figyelem kísérte Hollerung Gábor zenemagyarázatát, mely valamennyi korosztály számára befogadhatóbbá tette ezúttal Liszt Ferenc leghíresebb zenekari művét. A Zempléni Fesztivál színes programjai között egy eseményre mindig bizton számíthat az érdeklődő közönség. Ez pedig a számos korosztályt felölelő, megérthető zene elnevezésű program. A titok ez esetben abban rejlik, hogy Hollerung Gábor vezénylete és zenemagyarázata mellett különleges, komoly zenei élményhez juthat a közönség. Az elmúlt 25 év sikereihez ez a program is hozzájárult. Egy büszkeséget jelent, hogy sikerült ezt a fantasztikus tradíciót megőriznünk, ugye mi 12 éve vettük ezt át egész pontosan, és hát a 25 fesztiválnak most már a többségét mi szerveztük, és úgy gondolom, hogy ez a fesztivál nem csak hogy megőrizte a hagyományt, hanem nagyon sok mindenben gyarapodott, és ami legfontosabb, hogy a régiónak egy szeretett rendezvényévé vált. Tulajdonképpen mindenki számára ezt nagyon jól érezzük, és úgy érezzük, hogy egy ügy lett azért. Ez régen is egy ügy volt, csak akkor talán nagyobb ügy volt a szervezők számára, és egy kicsit kisebb a befogadók számára, most meg egy közös ügyé vált. Ugyanúgy kis települések, nagyobb városok, és az egyszerű emberek, és a felelős tisztségviselők, ahogy egyszer Petrovics Emil mondta, szemében és szívében egyaránt a dolog, és úgy gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, hogy ez sikerült ezt elérni. Mi volt ez? Hát ez férfi új válasz. Hölgyeim, mi volt ez? Nyugodtan mondják. Semmi. Semmi. Hát volt ez valami? Semmi. Hát egyetlen hangot, azt is olyan röviden, hogy az igazán csak hát szerintem hátul már nem is hallották. Ez volt valami, dehogy volt semmi. Hát nem volt semmi. Na, ezek után elkezdődik a dolog. Indítsuk el most már a harmadik taktust. Ugye volt egy észrevehető zenei tartalom, hogy tírűdi, utána ezt úgy hívjuk, hogy ez a Gibbs vagy Mulder az erejé, hogy nem jut semmi eszünkbe, akkor skálázhatunk. Tehát ez kimondottan annak a szimbóluma, hogy még nem tudom mit akarok. De azért ennek már rendkívüli arcéle van. Ma mit választott az érdeklődőknek? Direkt nem teljesen ugyanazt, tehát egy kicsit más módon, mint a kékszakálú. Ez egy icipicit elvontabb, illetve egyszerűbb is egyfelől. A romantikának tulajdonképpen az egyik alapdarabját választottuk, Liszt Léprelügyét, ami azért alapdarabja, mert magáról az alkotás folyamatáról szól. A romantika az első olyan korszaka az emberi kultúrának, amikor az alkotás magát is belehelyeztük az alkotásba. Eddig az alkotás az teremtett valamit, az alkotás folyamatáról mélyen hallgatott, hiszen az senki semmi köze nincs hozzá, hogy én hogy hoztam létre. Létrehoztam, hát itt van. A romantikus alkotó az alkotás folyamatát tekinti egy picikét a legnagyobb kérdésnek. Hát picit lelőve is, amit mondani akarok a dologba, hogy a romantika felismeri azt, hogy bűntelen alkotás nem létezik. Mert kételkedés nélkül nem lehet megérteni, megismerni és újat alkotni, legyen az szó művészetről vagy tudományról. Ha
bűn az persze nagy kérdés, hogy mennyire bűn, eladjuk a lelkünket az ördögnek, láss Faust, vagy bármilyen más módon. Nyilván a másik kérdés a szerelem, de az alkotás és a szerelem is konfliktusba kerül egymással. Ha egyszer az az elhivatottságom férfiként, hogy alkossak, akkor vajon ez összeegyeztethető a szerelemmel? Lásd Tristan és Izolda, például, hogy csak egy példát mondjak. És hát ott a kérdés, hogy vajon ha bűnnel alkottam, akkor megybe kerülhetek-e, megváltható vagyok, megválthatom-e magamat mindazonáltal, azért, mert igazán értéket hoztam létre, de nem teljesen mindig rendben. Ezek a nagy kérdései ennek a darabnak, ezek borzasztó egyszerű és tüneményesen hétköznapi zenei eszközökkel van megjelenítve, egy-egy motívum átváltozásából tudjuk ezt lekövetni, és így teremtődik meg egy sommázata az egész romantikus alkotói létnek és gondolkodásnak. A darab azzal fejeződik be, az a beteljesülése, hogy alkotunk. De hiszen mondottam, ember büszkés bízva vízzára. Az életünk értelme az alkotás, az életünk értelme, hogy hátrahagyunk valamit, az alkotás sosem lehet teljes, sosem fejezhetjük be. Ha úgy érezzük, hogy ez készen van, kezdjünk egy másikat, ha úgy érezzük, ezt megértettük, akkor értsünk meg még többet. Nos, ez maga az alta, a világ birtokba vétele, az alkotói magatartás, amelyik soha nem nyugodhat. Borzasztó erős a romantikában a megdicsőülős gesztus. A művek nagy részében, mint magában a fazba is, az alapkérdés ugye, hogy elkározunk vagy megdicsőülünk. A romantikában rengeteg darabban halljuk azt, hogy elkezdődik valami, és a végén az a kérdésünk, hogy így fejezzük be, vagy így fejezzük be. Dicsőséges örömmel vagy vesztesként orvosultva. Ez az alapkérdés azért érdekesen van a műben, mert sokszor úgy érezzük, mint valamifajta diadal, hogy valamit elértünk, valami megvalósult. Nem, itt egy dolog valósulnak, az alkotás. Az alkotás diadala ez a mű, ember alkos és bízva bízzál. Ezt mondja Liszt ebben a művében, a szüntelen és abba hagyhatatlan alkotás. Mondhatjuk azt, mert előadásról előadásra láttam, hogy azért ön szereti ezt a fajta lehetőséget, ezt a fajta módszert, hogy megszeretesse azokkal is talán a zenét, akik kevésbé, vagy akikhez kevésbé áll ez közel. Ez teljesen helyszín és rendezvény független. Az életem úgy alakult, hogy ugye karvezető lettem, és a kórus vezető, az tulajdonképpen népművelő azért, mert a kórusvezetők nagy 99%-a amatőr emberekkel, gyerekekkel és amatőr emberekkel foglalkozik. Az életem aztán egy hivatásos együttes élére vezetett, mint karmester, és közben is úgy éreztem, hogy meg kell őrizni egyrészt a profi szakma utánpótlása és a profi szakma közönsége utánpótlása szempontjából, másrészt pedig az igazi élmény megteremtése és megélése okán azt, hogy tanítsuk meg a közönséget, és adott esetben a közreműködők is itt, mert a zenészek is egyébként a hivatásos létük mellett hihetetlen jól olvasnak ott át, és eljátszanak bármit, de nem biztos, hogy mindig értik az összefüggéseket, már csak a helyzetüknél fogva, és ugye ők egy szólamot látnak. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük a zenét, amit játszunk, megértsük a zenét, amit hallgatunk, megértsük a zenében meglévő metakommunikációs mechanizmust, ezt, hogy mi nem szavakba beszélünk, hanem gesztusokban, ellentétekben, egyfajta levegővétel és megfeszülés és kioldás folyamatos ellentétében, és ennek a mechanizmusait és az ehhez kapcsolódó hihetetlen élményeket, ahogy tegnap egy kékszakálló herceg várában a közönség már a fagypont felé közeledve is érezhető módon és hát ugye meg is fogalmazták utána nagyon sokan, egészen fantasztikus módon élték meg ezt a drámát, amit ez a darab jelent, és hát különösen annak köszönhetően, hogy sikerült a várat úgy bejátszani, hogy az itt lakók már csak a dolog ismertsége okán és rengeteg mindenre ráismertek és megértettek, és a dolognak a teljesen hétköznapi és persze egyszerű üzenetét, a van-nincs, a szeretsz-nem szeretsz, a lehet-nem lehet, a létezik
nem létezik, kérdéseket elementálisan meg lehet élni. Azt hiszem, hogy ez a fontos, mert a mai világunkban romlik az érzelmi kommunikációnk, romlik a saját magunk érzelmeikhez való viszonyunk, annak a felismerése, depresszivizálódunk egy picit, vagy legalábbis veszítjük a hitünket és a lelkesedésünket és az erőnket, és főleg az újabb generáció egy arányába és korához képest sokkal frusztráltabb, mint mondjuk, ahogy én visszaemlékszem a saját generációnk fiatal korára, és ebből a szempontból borzasztó fontos az érzelmi nevelés, és végül is ez valójában érzelmi nevelés, az, hogy ne szégyeljük az érzelmeinket, és vegyük észre másokon a mások érzelmeit, mert így adott esetben könnyebb lesz egymással kommunikálni. A hagyományoknak megfelelően a zenemagyarázat után az új ismeretek tükrében a Liszt művet egyben is meghallgathatta a közönség, a budafoki Dohnányi zenekarnak köszönhetően. Ez így vált egy hétvégi családi programmá. május 14-én néhány óráig Sátoraljaújhelyen volt Szent István királyunk jobb keze. A szent ereklye akkor is a magyarság egységét szimbolizálta. A sátoraljaújhelyiek pedig különösen készültek az eseményre, hiszen 1938-ban egyszer már várták a városba a Szent Jobbot. Az ünnepségről korabeli fotókat találta a Kazinczy Ferenc Múzeum. Erről és az ereklye tiszteletéről készítettek egy érdekes installációt a múzeum munkatársai. A Szent Jobb kalandos története István király temetésével kezdődik 1038-ban. Az első írásos forrást Hartwig Gyűri püspök 1116 körüli időkből származó legenda gyűjteménye írja le. Ebben szó van arról, hogy a királyt végakaratának megfelelően a székesfehérvári bazilikában temették el. István király halála után zavaros, nehéz évek következtek, testét a bazilika alatt lévő sírkamrába rejtették el. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték, melynek őre egy Merkur nevű férfi volt. Az aranybulla 1222-ben a Szent Jobb tiszteletét törvénybe iktatja. A jobb kifejezést itt még nem csak a ma is látható kézfejet jelenti, hanem az egész kart, amelynek rajza egy könyökben meghajlított kar a Szent Jobbi apátság pecsétjén látható. A jobb épségét valószínűleg annak köszönheti, hogy a kéz volt a hanyatfekvő halott legmagasabban lévő testrésze, és a meleg levegőben mumifikálódott. Ezután hosszú és kalandos útja van a kéznek, és mikor Mária Terézia tudomást szerez az ereklye hollétéről, mindent elkövet annak visszaszerzése érdekében. Hosszadalmas diplomáciai tárgyalások után a Raguzziak kiadják, így 1771. április 16-án már Bécsben csodálhatták a hívek, majd nagy pompával Budára szállították. Itt a Szent Jobbot az angol kisasszonyok gondjaira bízza Mária Terézia, és egyben elrendelte Szent István napjának, augusztus 20-ának megünneplését. Az 1900-as évek elején a budavári palota Zsigmond kápolnájába került, ahol 1944-ig volt látható. Innen vitték el például az 1938-as Szent István év keretében a parlament elé az augusztus 20-ai szentmisére. De nem csak ebben az évben járta körbe az országot első királyunk ereklyéje. A rákövetkező évben kiterjesztették az 1938-as szentévi vándorlását, ennek része volt Sátoraljaújhely is, ahol katonák és több száz ember kísérte a vasútállomástól a Dohányúti sportpályáig Szent István királyunk jobb kezét. Az 1939. május 14-én készített korabeli fotókat a Kazinczy Ferenc Múzeum volt igazgatója Fehér József őrizte meg, az intézmény munkatársai pedig a közelmúltban fedezték fel ezt az érdekes helytörténeti eseményt megörökítő diákat. Mikor felnagyítottuk ezeket a negatívokat, akkor láttuk, hogy egy érdekes eseménynek a Szent Jobb országjárásának és annak Sátoraljaújhely állomásának eseményeit mutatja ez a fotósorozat, és arra gondoltunk, hogy Szent István államalapító királyunk ünnepéhez igazodva ezelőtt egy nappal, hogy ebből kerekítünk egy ilyen hát kvázi emlékfalat, ahol egyrészt bemutatjuk az újhelyi eseményeket, másrészt a Szent Jobb kultuszról és a Szent István emlékévről is egy rövid szöveges és képes ismertetőt elhelyezünk.
Mi az, ami érdekesség ezen a falon, amelyet valószínűleg nem tudhattak az újhelyiek, akik nem igazán kutatják az újhely történetét? Az újhelyi események nem igazán vannak benne a köztudatban, hogy a fotók eleve ismeretlenek voltak. Én azt gondolom, hogy ez nem csak helytörténeti, de talán országos szempontból is jelentőséggel bírhat, hiszen ennek a 38-39-es országjárásnak a vidéki események kapcsán nagyon kevés egykorú fotóanyaga maradt fönt, talán Kaposvár az egyetlen, ahol az újhelyhez hasonló fotósorozatot ismernek a múzeológusok, tehát ez már önmagában izgalmassá teszi, de Gocsák Attila kollégám ezt a kis történetet levéltári kutatással is kiegészítette, és a újhelyi eseményekről szóló alispáni jelentést, illetve a korabeli sajtóanyagot is mind-mind átnézte, és ezekből azért egy nagyon érdekes képet lehetett összerakni az eseményeknek a részletes leírásával, és hát a program korabeli fogadtatásával, és a Szentjobb sátorai újhelyi tartózkodásával kapcsolatban. Szent István halálának 900. évfordulójára emlékezve 1938. május 31-én országjáró körútra indult hát az aranyvonat. 3 éven át vitte magával a Szentjobbot pontos menetrend alapján, számos magyar települést felkeresve. A magyar tervező és díszítőművész egy gyöngyszemét mindössze 4 hónap alatt építették meg. 5 kocsiból és 1 mozdonyból állt. Az egyházi és virági méltóságokat szállító 2-2 luxuskocsi fogta közre az erekét szállító, bizánci stílusban díszített aranykocsit, amit a MÁV egyik szalonkocsijából alakítottak ki. Valószínűleg ezzel érkezett a Szentjobb sátoralja új helybe is, amely helyszín már az első úti rendben is szerepelt, de aztán mégis kimaradt a fogadó települések sorából. Ezért is volt nagy megtiszteltetés, hogy 1939-ben a kibővített ünnepségsorozatban már itt is megállt a vonat, útban az akkor visszacsatolt Kárpátalja városai felé. 1938 egy kettő szent év volt a magyarság számára, a Szent István királyunk halálának 900. évfordulója, illetőleg a 34. eukarisztikus világkongresszust is Magyarországon rendezték meg, és kitalálták, hogy a Szent István emlékév keretében körbehordozzák a Szentjobbot Magyarországon, és ki is jelöltek 19 települést, ahová elkívánták vinni a Szentjobbot, és ezek között szerepelt Sátoraja újhely, ahol hatalmas szervező munka indult meg, vendégfogadósokat készítettek fel, rengeteg vendég elszállásolására, étkeztetésére, mintegy 12-15 ezer érkezővel számoltak, akik közül 3 ezer étkeztetésével és több száz ember elszállásolásával is számoltak, de sajnos a történelem keresztül húzta ezt a tervet, mégsem jutott el Sátoraújhelybe a Szentjobb ekkor, mert kivettek több várost is a útvonal tervből. Azonban a történelem ismét közbeszólt Újhely legnagyobb örömére, ugyanis az első bécsi döntéssel ősszel visszatért Felvidék déli sávja, és úgy gondolták, hogy a eseménysorozat meghosszabbítása képpen elviszik a visszatérő felvidéki településekre is a Szentjobbot, és így van Sátorai Újhely Ungvár Munkács irányába útva esvén ismét rákerült erre a listára, és eljuthatott ide Sátoraja Újhelybe, ahol több ezer fős tömeg kísérte el az állomásról a városi sportpályára, ahol a Serédi Justinán herceg primás maga celebrált egy szentmisét. Minden helyszínen a szentmise és maga a zarándoklat és mindez az imádságos helyszín, ez hozzátartozott, ahol megállt ez az aranyvonat? Igen, hozzátartozott mindenhol, illetőleg volt, ahol sokkal többet is tartózkodott a Szentjobb, Sátorai helyben 1 óra 26 percet tartózkodott összesen a Szentjobb, de nagyobb településeken, mondjuk akár Miskolc esetében, sokkal nagyobb körmeneteket, mint a mai budapesti Szentjobb körmenetek, olyan nagy körmeneteket is rendeztek a Szentjobbnak. Azt is mondhatjuk, hogy ez az út, ez valahol a magyarság egységének a szimbolizálására is jó volt akkor 1939-ben? Mindenképpen, ugyanis Szent István király valójában is, és a kor politikai szólamaiban pedig még kiemeltebben a magyarság összetartozásának, egységének és a erős magyar államnak a szimbóluma volt. Az információs falon nem csak a Sátoraljai újhelyi korabeli sajtó és alispáni leírások olvashatók, de az 1938-as Szent István emlékévről és a Szentjobb kultuszról is, amely az idők folyamán változott. A szentek tisztelete, amikor ezek a írások, amelyek őket említették,
geográfiáknak nevezzük ugye ezeket, amelyek úgy nem jól tették, hanem egy életidegen világot megvető, és teljesen egy tökéletes embert ugye próbáltak az emberek szemei elé állítani, amelyek nem vonzották az embereket, és hát főleg a mai embert kevésbé. Aztán, hát szóval ezek úgy változnak, és változtak, és az a jó, amikor ezekben a szentekben ugye megtaláljuk azt, hogy ezek is egy talpig földön járó emberek, két lábbal a földön járó emberek voltak, akik küzdöttek, mint mindannyian küzdünk önmagunkkal, környezetünkkel, a jó mellett, a rosszal szemben, és ez kicsit ezt a küzdelmet ugye be tudják mutatni, és Isten segítségével hova jutottak el. És hát mindig is ugye ezt nem nagyon mondtam, de nem mindenben, de egy-egy erényt hősi fokon tudott gyakorolni egy-egy ember, akire föltekintünk, hogy ez szent volt, akár Szent Erzsébet, akár Szent István királyunk, és sorolhatnánk még az Árpádházi szenteken kívül a mai korban élő szintén szenteket. Az újhelyi események felelevenítése után Ringer István múzeumigazgató tartott előadást Szent István király államalapító munkájáról. Kedves nézőink, mára ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk, találkozunk egy hét múlva, számítok akkor is a figyelmükre, viszontlátásra!